Olcsóbbak az őrök, mint tervezték, 55 millió forintba került a palotaőrség felszerelése, de mint mondják, megérte. A díszegység két hónapja szolgálja a köztársasági elnököt és hivatalát. A költségeket ma a Népszabadság hozta a nyilvánosságra. A Honvédelmi Minisztériumban az RTL híradónak azt mondták, még lejjebb is adtak eredeti elképzelésükből, spóroltak a felszerelésre. Az biztos, hogy a legjobban fizető állás közlegényeknek. A katonák itt havi bruttó 170 ezer forintot visznek haza, 40 ezerrel többet, mint ha máshol szolgálnának. Többszörös volt ide a túljelentkezés, a pénzért vagy az államfőszolgálatát jelentő megtiszteltetésért. Óránként van őrségváltás. Ezt a hosszabb, úgynevezett alaki bemutatót minden délben megismétlik, illetve néha pár perccel korábban, állítja ez az idegenvezető. Valaki órája biztosan rosszul jár. A turist attrakció fotótéma, videótéma, és ezt le kell fotózni. Ezre felhívom a turistáim figyelmét. Ezek a fiatalok az olaszországi Pízából érkeztek. Mindegyikük megörökítette magát, legalább az egyik katonával. Az őrök közben csak tűrtek, meg sem moccanhatnak, legfeljebb csak ha böködik őket. Ez óriási dolog, mondta ez a...